Május 19-én újra szomszédolás, újra a három hegyen. Elég rövid idő áll rendelkezésre, a szervezésére. Ilyen egy hónap alatt próbáljuk meg, hát nem próbáljuk meg, hanem összerakjuk egy hónap alatt a szomszédolást. Most annyiban változik a terv, hogy nem hívjuk meg az összes települést a megyébe, mert nem fogjuk tudni felérni ezt a dolgot. Viszont mindenkinek számítunk a segítségére, minden településnek. Elsősorban itt a kis térségben, ha már egyszer úgyis ide került megint ez a szomszédolás. És tulajdonképpen a hagyományőrzés keretein belül minden csoportot megszólítunk most itt ebben a pillanatban, hogy jöjjenek és mutassák be értékeiket, hiszen a szomszédolás arról szól, hogy mutassuk meg értékeinket a szomszédainknak és előnyös oldalukról. Mi szeretnénk azt, hogy a régi hagyományosból merítve egy élhető jövőt tudjunk bemutatni az érdeklődőknek. Úgy érzem, hogy egyre többen érdeklődnek ebbe az irányba, mert nem egyszerű a hogyan tovább, és ezt a hogyan továbbot szeretnénk valamilyen módon segíteni, elősegíteni. Nagyi, hogy teszi el a befőttet, hogy kell kosarat fonni, vályogtéglát szeretnénk előállítani itt a helyszínen, hogy legyen hol laknunk, ha esetleg a bank vinni, amink van. Nyilván nem szeretnénk ezt elérni, de van rá lehetőség. Ezen kívül nemezelés, lesznek olyan akadályversenyek, akadálypályák, ahol meg lehet nézni azt, hogy melyik gyógynövényből mit lehet kihozni. Dr. Takács Ferenc előadásában lesz gyógynövénytúra a helyszínen. Ha addig úgy hozza az eső, akkor lesz gomba megkülönböztetés is, hogy melyiket kéne és melyiket nem kellene megenni. És tulajdonképpen a lovaglástól, az íjászaton keresztül kenyérsütés lesz itt a helyszínen. Ebben a kemencében most fogjuk felavatni. Tehát minden olyan, ami a túlélésről és a lehetőségekről szól, az ősiből merítve. Továbbá várható még cserkészbemutató, baranta bemutató. Vendégeink között üdvözölhetjük Dévai Nagy Kamilla, énekes művésznőt, Németh Kira és Csipszer Dániel előadásában magyar népdalokból vehetünk hangfürdőt itt a helyszínen. Ezen kívül az Ihajcsuhaj és az Eperkés Néptánc Együttes is megtisztelt bennünket, hogy jelen legyenek. Az Energia Együttes fog fellépni Csetényből, és még rengeteg sok jelentkező, folyamatosan kapjuk a program lehetőségeket. Bővebben tájékozódni, hát most két formulát választottunk, az egyik a Facebook, egy egyre népszerűbb lehetőség. A Szomszédolás 4 néven vagyunk fent a Facebookon, oda igyekszünk feltölteni folyamatosan a programokat is és a lehetőségeket is. Itt konkrétan kapcsolódásra is van lehetőség, hogyha ez nem működne valamilyen oknál fogva, én mindig a személyes dolgoknak vagyok a híve, és eddig is ez így volt, úgyhogy a telefonszámomon ezt már is mondom, ha úgy van, 0620-3639-619, nem baj, ha egész nap csörög, ez minden évben így volt, úgyhogy fel vagyok rá készülve. Ezen kívül pedig mondanék egy e-mail címet is, ez egyrejobban.zsolt@gmail.com, ez szintén a saját e-mail címem, fel vagyok rá készülve, úgyhogy jöhetnek az e-mailek. Az ms-veszprém.hu-n pedig szintén tesszük fel a folyamatosan az anyagokat, amik a szomszédolással kapcsolatosak. Mire számítanak, mennyien lesznek, mennyien érdeklődnek? Hát az elmúlt évek alapján, itt Zircen, amikor itt volt a szomszédolás 2010-ben, itt olyan 5 és 7 ezer fő közé satszoltuk körülbelül a látogatókat. Most nyilván ez egy kisebb hangvételű rendezvény lesz, de szerintünk ez a 2-3 ezer fő ez valahol megcélozható, akár mennyire is furcsán hangzik. Szeretettel várunk minden települést, résztvevőt és mindenkit, aki szeretné megtudni, hogy hogyan tovább, jelentkezni pedig nálam lehetséges.